Tisztelt képviselő úr, bár nem tudom, hogy ezek után a megfelelő szavakat használom-e, egy dolgot mindenképpen tudnia kell. Nincs olyan parlament ma Európában, ahol egy ilyen gyalázatos politikai akció után az egészségügyért felelős szakbizottság elnöke a helyén maradhatna, pláne nem akkor, hogyha személyes felelősséget visel ezért a gyalázatos kampányért. Vegyék észre, hogy ahol vagyunk, az nem a kész átverés show, hanem a hazánk, mégpedig egy súlyos járvány közepén. Hogyha önök tényleg tisztelik azokat, ha ön tényleg tiszteli azokat, akikre hivatkoznak, akik a frontvonalban harcolnak, akkor meghozza a döntést és feláll. Minden más lehetőség az orvosok, az ápolók és a mentősök arcúcsapása, és mindazoké, akik szerint a hazugság nem lehet Magyarországon a mindennapi politika része. Az a helyzet, tisztelt képviselő úr, hogy maguk semmit sem javultak az összödi frakció ülés óta, akkor lementek a politikai mélységek legaljára, és ahogy elnézzük, nem is akarnak onnan visszajönni.